Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa TV csütörtöki híradóját látják 2020. március 19-én este 7:30-tól. Többletforrás biztosítása két pályázat kapcsán hozott döntést a testület. Nem tart nyitva az uszoda sem, jelenleg a tavaszi karbantartást végzik, de bizonytalan a nyitás. Egyszerűbb az e-recept kiváltás, a rendelkezés visszavonásig érvényes. Március 16-án hétfőn rendkívüli ülést tartott a képviselőtestület. A grémium első ízben két pályázat kapcsán döntött többletforrás biztosításáról. Kettő toppos folyamatban lévő pályázat kapcsán kellett többletforrás biztosításáról tárgyalni a legutóbbi ülésén városunk képviselőtestületének. Az egyik az iparterület fejlesztése Kalocsán, a másik pedig az inkubátorház kialakítása Kalocsán elnevezésű projekt. Zárójelbe, ami a laktanya területén a magyar állammal és az önkormányzat közötti elcserélt ingatlanra, ahol tervezzük ez az ipari park felújítása kapcsolatosan, mind a vagyonhasznosító és parkgondozó összevont Kft.-nek az átköltöztetését, mind új vállalkozásoknak telephely lehetőségét. A feltételes közbeszerzési eljárás már lezárult, azonban amíg az anyagi háttér nem biztosított, addig nem kerülhet sor a szerződések megkötésére. Most már megvannak a konkrét számok, és látható az, hogy az iparterület fejlesztéshez közel 190 millió forint a hiány, az inkubátorház esetében közel 4 millió forint. Nyilván ez egy régebbi pályázatunk, ez a 2016-ban előzetes kalkulált összegek voltak, úgyhogy ekkora drágulás jelentkezett ezen a területen. A polgármester hozzátette, nem lesz könnyű feladat az összesen 194 millió forintnyi többletforrás előteremtésére, de a város fejlődése érdekében nem szabad feladni ezeket a pályázati lehetőségeket. Igyekszünk ennek eleget tenni, hogy ezeket a pályázatokat is meg tudjuk valósítani. Én maximálisan ezen dolgozom, és ebben kérek segítséget, illetve azt, hogy a további feladatainkat is el tudjuk látni. Dr. Filvi Géza elmondta, hogy a többletforrás biztosítására az önkormányzat pályázni kíván majd, illetve a fennmaradó részt a 2021 évi költségvetés terhére tudják majd biztosítani. A testület egyhangulag támogatta a napirendi pontban szereplő javaslatokat. Egy hónappal előrébb hozták, és a héten meg is kezdték a tavaszi karbantartást a kalocsai uszodában. Az elkövetkező két hétben a fertőtlenítést, a takarítást, a fugázást és az apróbb javításokat végzik a szakemberek. A későbbiekben még bizonytalan, hogy kinyit-e az intézmény. Üres a kalocsai uszoda. Felvételeink még az őszi karbantartás idején készültek, azonban most is hasonló a helyzet a városi fürdőben. Javában zajlik az intézményben a tavaszi karbantartás, most rendhagyó időpontban. A koronavírus terjedése miatt ugyanis egy hónappal előrébb hozták a karbantartás idejét, így ezen a héten, illetve az elkövetkező héten biztosan nem fogad vendégeket a városi fürdő. Jelenleg a fugázást, takarítást, illetve kisebb javításokat, karbantartásokat látják el a dolgozók. Továbbá várhatóan most került cserére a nemrégiben meghibásodott puffertartály, illetve a kiukat kazánt is javítják. Ezekre a legutóbbi testületi ülésen 2 millió forint többlet támogatást szavaztak meg a képviselők. A puffertartály a melegvíz ellátását biztosítja, mely elengedhetetlen a működéshez, a kazán pedig a műszaki biztonság érdekében szükséges javítani. A karbantartás ideje két hétre szól, ezt követően még bizonytalan kinyit-e és fogad-e fürdőzőket a kalocsai uszoda. A vészhelyzet kihirdetése miatt változtak a gyógyszerkiadás szabályai. Ez idő alatt bárki kiválthatja családtagja, ismerőse e-receptjét. A hatályos rendelet visszavonásáig nem kell külön felírási igazolást kérni, ha más váltja ki a gyógyszereket. Az Emberi Erőforrások minisztere rendeletben egyszerűsítette az e-recept kiváltásának feltételeit, amely szerint a kormány által kihirdetett vészhelyzetben a patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül teljesítik azon személyek részére, akik közlik a beteg tajszámát és saját személyazonosító adatait is igazolja, a rendelkezés visszavonásig érvényes. A vészhelyzetre való tekintettel egyszerűsödött a gyógyszer kiváltás.
Ez nagy segítséget jelent az időseknek, a mozgás korlátozottaknak és a betegségben szenvedőknek. A gyógyszer átvevője a gyógyszertárban a kiadási bizonylaton aláírásával hitelesíti, hogy a nyugtán szereplő gyógyszerek kiadása és átvétele megtörtént. A gyógyszertár a kiadási bizonylatot megőrzi. A járvány elleni védekezés részeként kérik a patikák vásárlóit, hogy a gyógyszertár forgalmi terének kialakítását figyelembe véve lehetőség szerint csak annyi beteg tartózkodjon bent a betegforgalmi térben, ahány gyógyszerkiadóhely működik. Fontos tudnivaló, hogy az e-receptre kizárólag gyógyszer írható fel. A gyógyászati segédeszközök és a fürdő ellátások csak papír alapú vényen rendelhetőek. Egy receptre továbbra is csak egyféle gyógyszer lehet felírni, függetlenül a kiállításának módjától. Az e-receptet ugyanúgy, mint a papír alapú vényt, csak egyszer lehet kiváltani. Érvényességi ideje ugyanannyi, mint papír alapú társáé, 3 hónap. A COVID-19 koronavírus elleni védekezés miatt egyre több intézkedés lép életbe. A szigorú korlátozásokkal próbálnak gátat szabni a járványnak. A koronavírus járvány megelőzése érdekében napról napra egyre szigorúbb intézkedések lépnek életbe hazánkban. Március 16-án Orbán Viktor miniszterelnök napirendelőt beszélt a parlamentben a szigorításokról. A korlátozások következtében a rendezvényeket általánosan betiltják, a sporteseményeket legfeljebb zárt kapuk mögött lehet megtartani. Bezárják továbbá a szórakozó helyeket, mozikat, a kulturális intézményeknél pedig látogatási tilalmat vezettek be. Az éttermek, kávézók és üzletek csak 15 óráig tarthatnak nyitva. Ezek alól kivételt képeznek az élelmiszerboltok, patikák, drogériák. Kalocsán már több étterem délután 3 óráig tart nyitva, az ezt követő nyitvatartási időben pedig a megrendelt ételeket házhoz szállítással vállalják. Viszont akad már olyan vendéglő, amelyik ideiglenesen bezárt, így helyszíni fogyasztás helyett csak házhoz szállítást vállalnak. A napokban több helyi szolgáltató, kereskedés és vállalkozás, tanfolyam ideiglenesen bezártak kapuit a járvány csitításának érdekében. A koronavírus járvány miatt azt javasolják az embereknek, hogy a családi eseményeken kívül minden más összejövetelt halasszanak el. A járvány megfékezése miatt lezárták Magyarország határait a személyforgalom előtt, így a jövőben csak magyar állampolgárok léphetnek be az ország területére. Saját kiadvány segíti a kalocsai TDM iroda munkáját. A többnyelvű prospektusban helyet kapott Szelid és Dunapata is. Ez az az új kiadvány, amivel már találkozni lehet az ország számos turisztikai irodájában. Oldalain Kalocsa nevezetességei mellett a környékbeli települések is helyet kaptak. Ebben az évben volt lehetőségünk saját kiadványjal készülni. Ugye TDM-ként igyekeztünk nem csak Kalocsát, hanem Hajóst és Dunapatajt, illetve a Szelidítót is bemutatni ebben a kiadványban. Illetve egy örök dilemma, hogy milyen nyelveken legyen egy ilyen turisztikai kiadvány. Most úgy oldottuk meg, hogy magyar nyelvű kiadványunk van, amiben van angol és német nyelvű ismertető is. A prospektus szerkesztői arra törekedtek, hogy több nyelven tudjanak tájékoztatást nyújtani. Ezzel szeretnénk megjelenni, és hát többféle nyelven is, főleg ugye a vajdasági szomszédok segítségével több projektünk van közösen Kulával is, illetve van még a Petrőci pályázat, abban is szeretnénk, hogyha nyerne a város, illetve hát a konzorcium, abban is lesznek lehetőségek arra, hogy több nyelven megjelentessünk kiadványokat. Az elképzelések szerint a TDM irodán keresztül városunk egy új arculattal fog bemutatkozni, például egy-egy turisztikai rendezvényen. Ezeket célzottan szórjuk. Turinform irodákban mindenképpen juttatunk el, elég jó kapcsolatunk van, nem csak a megyei, hanem országos szinten a Turinform irodákkal. Én még régebben Kaposváron dolgoztam Turinform irodában, és még onnan megmaradtak a kapcsolatok, ugye ott nem jellemző, hogy gyorsan változnának a dolgozók, és ezért a régi ismeretségeken keresztül is tudjuk terjeszteni a kiadványt. Városunk egyik problémája, hogy a szálláshelyek korlátozott számban találhatóak. Ezért a szakember arra buzdítja a helyieket, illetve a környékbeli települések lakóit, hogy a lehetőségek szerint, aki tud, hozzon létre magánszálláshelyeket. Szerdán 3 esetben riasztották a kalocsai tűzoltókat égő száraz növényzethez. Szerencsére személyi sérülés nem történt, az esetekkel kapcsolatban nem indult vizsgálat.
Így égett a száraz avar és a nádas az 51-es út mentén. A szakemberek fél egykor kaptak értesítést a tűzről. Az 51-es út és az 512-es út kereszteződésénél ezen a területen nádas égett 300 négyzetméteren. Itt a kalocsai kollégák két vízsugárral avatkoztak be és fékezték meg a lángokat. A második esetben kora délután riasztották a tűzoltóinkat. Ez Uszót külterületéről szólt, úgymond 3 hektáros területen égett gazavar nádas terület. Itt egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották a kalocsai hivatásos tűzoltók a tüzet, valamint 4 órakor érkezett a harmadik bejelentés, ami Homokné-Híje külterületén 1 hektáros avar tűzhöz kérték a tűzoltók segítségét. Itt a kiérkező egységek kéziszerszámokkal oltották a tüzet. Egyik esetben sem történt személyi sérülés. Igaz, hogy most nincs tűzgyújtási tilalom, viszont a csapadék hiányos időszak miatt nagy a szárazság, és gyorsan lángra kap az is, amit nem szeretnénk elégetni. Nagyon sokan ilyenkor kihasználják azt a lehetőséget, hogy elégetik a tavaszi kerti tevékenységek során keletkezett zöld hulladékot, kerti zöld hulladékot. Nagyon száraz a növényzet, tehát nagyon gyorsan lángra kap ez a növényzet, és hogyha feltámad a szél, akkor ez nagyon gyorsan tovább terjed. A szakember kiemelte, hogy a belterületi és a külterületi ingatlanokhoz kapcsolódó égetésnek a lehetőségét a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza. Kedves nézőink, a koronavírus járvány miatt kialakult vészhelyzetre tekintettel dr. Félvig Géza polgármester tartott rendkívüli tájékoztatót a városunkat érintő helyzetről. A felvételt híradónk után láthatják. Köszönöm, hogy velem tartottak, friss hírekkel, híradóval legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. Viszontlátásra!